Immár harmadik alkalommal rendezték meg a felhúzó és fekvenyomó verseny Gyulán. Az erőnek erejével elnevezésű tehetségkutató rendezvény helyszíne idén is a gyulai várfürdő volt. Olá Erik 2 éve kezdett el fekvenyomással foglalkozni. Eddigi eredményei között van egy világbajnoki cím, valamint többször bizonyult a legjobbnak a diákolimpián. A fiatal versenyző kiemelte, azért szereti ezt a sportágat, mert megnyugtatja. Jelenleg 140 kg súlyt tud kinyomni. Szeretnék kijutni magyar válogatottra és ilyen nagyobb hírű versenyekre. Néhány évvel ezelőtt a magyar professzionális erőemelő liga vezetői kitalálták, hogy érdemes lenne felkutatni a fiatal tehetségeket. Ezt a célt szolgálja ez a rendezvény is a gyulai várfürdőben. Minden ilyen régiónak csinálunk egy központi helyet és központi versenyt, és akkor csak így, és akkor innentől kezdve mehet az országos versenyekre, akár innen kijutat a világbajnokságra is, vagy nemzetközi szinten versenyezhet, tehát sok minden, ez volt az apropója, és illetve a harmadik éve megy, és a fürdő most már berakja a programjába, az éves programjába ezt a versenyt, és így jön össze minden egyes alkalommal. Minden egyes alkalommal ilyen 30 és 50 közötti versenyzők köszönjük, itt utána meg egy jót bulizunk itt a medencékben, meg ilyeneket csinálunk. Süli Tibor kiemelte, az edzőtermekben mindig vannak olyanok, akik félnek attól, hogy megmérettessék magukat különböző versenyeken. Viszont vannak olyan edzők vagy korábbi versenyzők, akik odafigyelnek ezekre az emberekre, és felhívják a figyelmüket arra, hogy tehetségesek ebben a sportágban. Több van bennük, mint amit ők gondolnak magukról. Sokszor az ilyen megmérettetéseken derül ki, hogy mennyi rejtett tehetség jár a mindennapokban az edzőtermekbe.